Na szevasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a játékbeli idő szerint köszönök, és a picsába már megint elfelejtettem visszakapcsolni a szubot és a 18-as karikát. Na, gyerekek, ott tartunk, hogy áttekertem az időt, mert muszáj voltam aludni egyet. Ugye, tegnap eljutottam odáig, hogy kivágtam a fákat. Itt, ja várjál, tabolnom egyszerűbb lenne, igaz? Így, ni. Na, tehát akkor itt vágtam ki fát, eljutottam odáig, hogy 20 000 pénzem van most már, úgyhogy folytatnom kell a kivágását a fának, de viszont kieszközöltem egy olyan változtatást, hogy elmegyek szépen a MTZ-vel a bútba, és lecserélem a sújtot az orrán, mégpedig 3 pontosra. Ezt azzal az indítatással fogom csinálni, hogy ugye tegnap megvettem a videó végén a pótkocsimat, ami egy BSS pót, de az nem elég, hogy pótkocsim van. Be kellett raknom egy olyat is, azt a fa nyűvőt, amit emlegettem nektek, pontosabban fa apríték készítőt, amit az orrára lehet csatolni a traktornak, és akkor faaprítékot fogok készíteni. Nem kell itt azzal bajlódni, nem fog utolérni a megszólás, hogy én fát pakolok kézzel, ilyen 2 tonnásakat, ami ugye abszolút de jogtalan, mert hát én elbírom a 2 tonnás fa rönköt értelemszerűen. Ugye Amerikába ismételtem, föl kell emlegetnem Amerikát, hogy Amerikában láttátok, hogy milyen fizikai állapotban vagyok, úgyhogy abszolút nem értem, hogy miért lenne a megszólása rágalom. Na de viccet félretéve, faaprítékot akarok csinálni, azért jobban fizetnek valószínűleg, mert hát biztos, hogy jobban fizetnek. Azt mondja, hogy na, konfiguráljuk át a traktort, mégpedig tegyünk az orrára egy, hol van? Mi az, hogy dashboard, fingom nincs. Front vehicle, itt van. Igen, levettük a súlyt. Na várjál. Light, air filter, mirror, tetőelemek. Glass, üveg, beacon light, extra fuel tank, homlok rakodó csatoló. Na várjál már. Ez a mirror, ez a, hogy hívják? Az, ami nekem nem annyira kell. Nem tudok rárakni 3 pontost. Airfilter az a légszűrő, ugye? Igen. A light signal, az a fény. Igen, hogy tesz ide külön lámpát. Jó, a front vehicle. Ó! Basszus, ennek az órára nem lehet rárakni izét. Súlyt, vagy kerék, modifikáció. Na várjál. Ha leveszem a nét, a súlyt. Így. Baszki, akkor se rak 3 pontost. Ó, kurva életbe. Hát ez egy szívás. Na most mi a fasz lesz? Akkor viszont le kell cserélnem az MTZ-t. Tettem be egy-két retro masinát, többek között ami megjelent új Zetor Kristál a Mothubon elérhető, ugye ez a izé, ez is Mothubos.
De betettem én ezt a bigyót is, ezt a kis detort. Csak erre se tudom, hogy... Na várjál, motorbeállítás 80... 15 ezer. Hát ez még bele fog férni. Kerék, akkor rakjunk már rá izét. Nem kell. Keréksúlyok. Na várjál, nem ezt szoktam. Nem ez, ez. Keréksúlyok. És nincs rajta izé. Nincs rajta széles gumi. Na mindegy. Jó. Mud guard, sár guard. Sárvédő, ez kurva jó néz ki. Front fenders, az maradhat. Az első, azt mondja, hogy ez maradhat. Kabin, az marad. Tervezés. Ez engem nem érdekel a matrica. Annyira. Mondjuk ezzel jobban néz ki. Bacon. A... Ez se fontos. Homlokrakodót azt teszünk rá. De erre se lehet három pontos rakni. Hát ezt nem hiszem el. Várjál már. Én baszom el szerintem. Ugye most így 81 lóerős. Ez a kerékmárka. Kerékbeállítás. Sárvédő. Front fenders. Széria. Kabin. Kis kabin, nagy kabin, ez jobban néz ki. De... Azt a kurva, ez nagyon jó lesz, hogyha egyikre se lehet rakni izét. Csatolók, na várja, itt van, három pontos. Ez az, ami kell nekem. A többi le van szarva, 19.730, és van 20.000. Ja, de jó van, hát akkor nem tudok más csinálni, akkor meg kell szabadulnom az MTZ-től. Mert most ott vagyok, hogy van 200... 95 euró, várja. És akkor ez eladás. Hát mondjuk ezt megcsináltam volna gameplay kívül is, ugye? Csak akkor nem lett volna hiteles. 8375 pénzem maradt. Be kell mennem a bútba, hát ha van hitelem, hol lehet bemenni. Mert hát még a tönkmarót nem vettem meg. Mennyibe kerül? Itt van erdészet. Ez az. 6800. Az jó. Nincs csöve. Ja, de van csöve. Kapacitás 50.000 liter. Jó. 7200. Ó, baszki. Vásárlás. Jó. Azt mondja, hogy maradt 1173 pénzem. Ja, de várjál, akkor nekem a röntgpót elméletileg nem kell. Na mindegy, egyelőre meghagyom. Jaj, de picike. Ó, de a hangja az kurva jó. Na, várjatok, adok rá egy kis hangot, hogy azért ti is halljatok belőle valamit már. Azt mondja, hogy játék hangerő, hol a gyászba lehet azt állítani. Hol van? Itt van. Jármű hangereje. Így, környezet hangereje megmaradt. Így. Aha, remélem nem lesz túl hangos. Jaj, mekkora. Apukám. Hát akkor sajnos az MTZ helyett ez fog lenni. Nem a traktor a kicsi, az eszköz nagy. Meg ez a pótkocsi azért az... Jaj, maradj már!
Akasz le, akasz fel a pótot. Így már talán el fogod bírni, igaz? Hát most lehet, hogy megszívottam saját magam. És nem, na a csövet ki kell nyitni. Óha. Óha. Hát itt most megszívattam saját magam. Ó, bassza meg a Jehova. És ezek az etorok meg kurva drágák. Melyik a legolcsóbb gép? Amelyik talán el is bírja ezt. Aja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 j
szerintem. Három pontost. Front. Nem. Ugye az Ettor kristálok azok így voltak kialakítva, hogy nem lehetett rájuk három pontos rakni előre. Ezzel meg vagyok lőve. Hát van még egy gép, azt hiszem, amit beraktam, de nem vagyok benne biztos. Itt van. 33 ezer pénzért. De nincs ennyi pénzem. Na várjál. Akasz már le. Hát ezt kénytelen leszek eladni, pedig kurva jó néz ki, de így nem tudok vele mit csinálni, inkább visszaveszem az MTZ-t. Az nekem szimpatikusabb volt. Na, mindjárt kalkulálom már most már itt a dolgokat. Azt mondja, hogy van 18 ezer pénzem. És akkor, na itt a módol cuccoknál, itt vanni. 33 ezer. Igen. Egyszer. 33, na mindegy, hát veszek fel kölcsön, nincs mese. Ez nem az. Hiába nézem a bérmunkákat, 33 ezeret nem tudnak. Vagy 15 ezeret szántás lenne egy, de nincs mivel. Na, hol lehet a... Ja, itt vanni. Azt mondja, hogy ugye tartozásom még nincs. Felvétel. Így veszem föl. Így 25 ezeret talán kivarázsolok egy-két szóba. Így. Az MTZ-t azt mindahogyan vissza fogom venni. Razi sírok, ha nincs konfiguráció, milyen konfiguráció lehet. Na hát ez nem is kérdés, jó. Fűha. Jó. Motorbeállítás. Kerékmárka az ez. Kerék, széles gumi. Nem. Széles gumi. Na várjál, olyan nincs, hogy... Széles gumi és súly. Nincs. Se baj. Konfiguráció. Mi ez? Térkép. Mi a fasz ez? Ja, hogy 90-es licenc. Aha. Homlokrakodó csatolót teszünk rá. Rendszám táblával meg nem fogok bíbelődni. Így. És ez így 38 ezer, nekem meg van 43 ezerem. Jó. Megtartozásom. Na ez már szerintem bírni fogja, főleg így széles pacskerekkel. Ó, és még nyílik az ajtaja is. De jó. Mivel tudom kinyitni ezt általában? Ennel lehet, igaz?
Ponyva levétele, ponyva, nincs rajta ponyva. Hát akkor az lehet az ajtó, a ponyva. Ponyva levétele, N. Oho! Nyitott ajtóval, nyitott szemmel járunk. Hát, hogyha ezt se bírja el, akkor beszarok. Behalok, na. Így. Na, ez így már biri. Jó van. Na, gyerekek, így. Kb. 15 perc alatt össze is hoztam a dolgokat. Most viszont lejjebb kell vennem a hangerőt, mert ma nekem kell kiabálnom. Jó. Aha, ja, így már jobb. És akkor megnézzük így, mit tudok alkotni. Most azért így már más a gyerek fekvése. BSS pót. Rohadt jól néz ki egyébként. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Ugye ez légfék. Ez egy ősrégi pótkocsi. Részben ismerem a készítőjét. Jó munka. Egyedül amit egy picit én módosítottam rajta saját részre, az a kitöltési sebesség, mert az olyan iszonyatosan lassú volt, hogy... Na most neked rittig ilyenkor kell jönni, igaz? Rittig. A fene a pofádat. Most áthúzom rajtad a pótkocsit. Nesze neked. Betört a izé. Motorháztető. Hülye gyerek. Ilyenkor kell vinni? Fél kilenckor kell menni a bútba? Én nem indult el időbe. A fene a formádat. A gyerek meg izét visz. Tegnapi kaját az iskolába, mi? Jaj, még a röngpót is itt van. Ó, azt el is felejtettem. Hát abból is tudtam volna pénzt csinálni. Mondjuk így röptibe is tudok belőle pénzt csinálni. Most miért? Miért kapcsolta ennyire vissza? Na, azt mondja, hogy... Röngpót. Hol van a röngpót? Erdészet. Az nem is az enyém, az a röngpót. De hát, hogy bére... Ó, hogy én ezt béreltem. Ó, basszus, hát ezt én béreltem. Meg akkor a targoncát is visszaadom, mert akkor elméletileg már lesz pénzem venni egy homlokrakodó csatolót. Homlokrakodót, na. Várjál, nem kapcsoltam be? De bekapcsoltam, akkor mi a baj? Ó. Elmarta a tuskót, nem középre álltam rá. Aha. Ez volt itt a baj. Na mindegy, arra majd ráállok egy kicsit más irányba. Jó. Megvan a technológia, és ez faszán elmarja a tuskót is. Nagyon jó. Nagyon jó. Ugye én ezt már használtam, ezt a tönkmaró, vagy a fa apríték készítő kézi készüléket, mégpedig annó a Csabi MTZ-s ajánlotta nekem azt a mappot. Azon használtam. De van engedve? Nincs. És azon a mappon nekem nagyon bevált. 17-ben is használtam még, meg 19-ben. De mindig elfelejtem.
Na mi van, sugárnyák? Visszaértél a bótból? Na, itt vannak gondok, gyerekek, eddig még. Ugye nem kidönteni kéne a fát. Na, marad már el. Várjál. Megpróbálok egy olyat csinálni, hogy teszek egy kanyart. Kicsit megcsukom a... Na most aztán se tüllet, se hozzád. Így. Most ráállok szemből a törzsre. Mi a fene van itt? Na így, né. Jó. Ott is az lesz a megoldás. Uha, mindjárt tele vagyok. És ha... De nem kidönteni akarom, rohadjál meg. Miért nem marjál? Elmarta. Ezekkel viszont meg leszek így lőve. Egyből rá kellett volna állnom, ez szépen el is marta. Még egy fa belefér. Hát ugye ennek a bigyónak van saját kapacitása. Igen. Jó. 97%-om van, így nem is birkózok vele tovább. De jó, ez a izi, ez a Fiat Agri, ez szépen megoldotta a problémákat. Úgyhogy ha nem jójóztam volna vele annyi ideig, egyből ezzel kellett volna kezdeni, de hát a fene se gondolta volna, hogy még a kis Zetorra se lehet rakni. Vagy hogy a Zetorra lehetett ugye rakni, csak hogy nem bírta el. Ami a fenét. A súlyát ennek a bigyónak. Bigyónak, izének. Tegnap erre, mint hogyha nem lett volna forgalom. Ebbe a kis utcába vagy volt, csak én nem vettem észre. Húzzat, húzzat, húzzat. 60... Most az adatok szerint ez 65, 69, majdnem 70 tonna van ám rajtam. Jó mondom? Erre nem látom ám 69... Igen, 69.545. Bizony, az majdnem 60 tonna.
Ja, ide kell egyáltalán hozni, várjál már. Hova kell a fa prítékot vinni, én meg csak hozom, mint a bajnok. Itt van, azt mondja, hogy fa príték. F, mint faforgács. 404 pénz. Hely megjelölése. Ja, ide. Jó, jó. Ó, fasza. Ó, ide. Jó, akkor jó van, nem tévedtem. Azt hittétek el, tévedtem mi? De, hogy így, hát hogy... Ne vicceljél már. Még csak két napja rakok ebbe a... ezen a területen, úgyhogy már vágom a kérdést. Megismerkedtem minden egyes kocsmát, főfedeztem, érted? Körbekérdezősködtem itt mindenkinél is. Ügyni. Na, most ugrik a majom a vízbe, megérte beruházni a Fiat Agdira. Oda néz, kitöltési sebesség azért megnövekedett. Kértem segítséget egy vén kukitól, mert kicsit bátortalan voltam a kitöltési sebesség számának az írásával, de... Vigyen már! Nagyon pörög a lóvém. Ó, gyerekek, és ez mennyi volt? Három fa? Vagy ki? Három fa. Menj már 28 ezer pénz. Nem adom is vissza a kölcsönt. Hol is kell? Ilyen rövid távú kölcsönöket visszafizetés. Oda néz. Ó, hát a, én leszek a legjobb kuncseft a banknál. Ha kell még. Ó, hát itt pikpak meg fogok én venni mindent, hallod? Az egész falut megveszem. Kocsmákkal kezdem, és akkor én fogom mérni a PR, de csak módjával. Ó, már érzem a pénzszagát. El kéne mennem keresnem egy lóversenypályát. Hát, ha megint nyerek tapasztalatot, hogy ilyet többet ne csinálj, Laci. Nagyon fassa. Gondoltam én, hogy ez jó beruházás lesz, de most már biztos vagyok benne, nem csak gondolom, biztos is vagyok benne. A apríték készítő kézi készülék, és még a tuskók is pik-pik eltűnnek, pipak. Annyi, hogy itt majd igazgatnom kell egy kicsit. Nézd csak. Ott maradt egy tuskó, és azt nem tudtam kimajarni. De se baj. Majd igazítunk rajta. Jó. És viszont egy kicsit úgy kell állítanom, hogy igazgatnom, hogy billentyűzettel. Állj már meg. Jó. A fék nem nagyon van ezen a Zetortris, vagy mi a fasz ez. Úgy. Oda néz. Még a tuskót is elmarja, fassza. Azért elrúgott traktor egy kicsit. Mondjuk ezzel nem kell csodálkozni. Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Jó.
maaliyat. Mondjuk ezeknek a fogaknak azért bele kéne, hogy kapjon, úgyhogy legalább megkarcolja a felületet. Egyébként néztem valós videókat ezekről a New Holland fiatagri, mindegy, hogy elméletileg New Holland termék, meg ugye a Fiat. Olyan erő van ezekbe, hogy aztán ne tovább, bokrokat, fákat rángattak ki vele. Óha, nem biztos, hogy... Ja, hát tele is van. Hova akarok én menni? Gyerekek, nem is számoltam a fát. Hányat szedtem ki, itt kéne kiosonnom. Nem járom meg a földjét a szomszédnak. Szépen meg van rakva. El ne akadjak valamibe. Mondjuk egy hídba. Vagy egy szembejövő autóba. Be akartok fordulni, mi? Ó, ezeket. Mi hoztam magammal ezt a forgalmat? Ki kéne ezen a mappon cserélni ezt a gagyi forgalmat USS-re. Na, itt van az emlegetett szamár. Foscalicska. Már csak a professzor hiányzik, és akkor a boldogságom az határtalan. Kikapcsoltam ízét, hogy meglepetés legyen a lóvé. Mennyi pénzt kapunk érte? Engedjébe. Na, most kapcsolom vissza. Így, és akkor... jó. ...28.906 pénz. Na most számolni fogom, hogy hány darab a... ...ha az, amivel ki tudom üríteni. Közben elkezdett esni az eső.
célszerű lesz becsuknom a ponyvát a traktoron. Én. Hát én is beülök a traktorba, nehogy már megázzak itt külső nézetből. Jaj, gyerekek, hát ez... Áldom az eszemet, hogy megvettem ezt a falpriték készítőt, de ti le akartatok beszélni róla, emlékszem rá. Mondtátok, ne, húha, ezt izébe kell leoldani röngbe. Meg jó, hogy nem hallgattam rátok. Azt a két darab fát azt kéne valahogy megmolesztálnom, fölfeküdt egy dombra, úgyhogy azért nem tudom őket elmarni, de itt most csalni fogok egy kicsit, aztán kézzel szerintem ki fogom őket molesztálni. Erre itt megyek be, és akkor ide le tudom őket rakni. Így, várja, addig le is állítom. Gyorsan, mert megázok. Maradt egy tuskó, amit elfelejtettem kivágni. Ezek nem tuskók, ilyen... Ugye ezek az ékek, amiket a dőlésszög meghatározásánál vágsz ki a fából. Bőséges volt a reggeli, ez azért jött össze. Érted? És nem műzli volt. Meg nem izé. Meleg teja. Kis kekszel. Vagy fornettival. Mi az a izé, ez a... Az a kekszes reggeli, amit szoktak még javasolni. Erre nem jut eszembe a cím, a neve. Nem Fornetti, hanem mit tudom én, valamilyen vackot. Jól indul a reggel, ha azt teszed. Abanett hulladék. Na. Nem. Ja, nem úgy álltam be. Hopsz, eltűnt a fa. Ennyi. De jó, kormol. Na, ez egy fa. Meg még egy fa. Ez eddig kettő fa. Három fa és tele van a szajré. Bizony. Bizony, bizony. Ugye? Úgyis szépen itt elmarta a tuskót is. Ebből erre ráállok egy kicsit másik szögből. Akkor ezt is el fogja marni szerintem. Várja. Vagy mégse.
Nem tudok fölé jönni, az a baj. De se baj, mert kitaláltam egy olyat. Itt egy picit rájárok a szomszéd földjére. Vagy nem is biztos, hogy rá kell mennem. Így. Nem, akkor se. Na de se baj, kibaszok én a helyzettel. Vigyáznom kell, nehogy izé. Így. Jaj, ma... Oda néz, elkapott. Baszik, nem tudok menni sem erre, hallod? Dabolni tudok csak. Azt a kurva, hogy elkapott. Hallod, majdnem összeszartam magam. Három darab fával van tele, most mondjuk 99%-on van, hogyha ezt a tuskót is sikerült volna hozzámarnom, akkor lenne szerintem 100%-on. De hát nem igazán érdekel, mert rohadt jó fizet. Hát itt pikpak három fa, az majd mennyi volt az előbb, ma nem tudom. 25 000? 24 000 valamennyi? Majd mindjárt meglátjuk három darab fa után. Paprítékba. Amúgy megkapnék érte 10 000-et körülbelül. Ott meg még legalább van vagy 100 darab fám. Ó, gyerekek. Én azt kiírtanám mindet. De most se baj, az elsődleges célom nem járművásárlás lesz. Természetesen azt sem fogom elvetni, azt ugye mindenféleképpen célnak kitűztem magamnak, hogy egy forsit kombány, hanem az lesz a következő cél, mivel pótkocsim már van, kicsi is, meg ez a nagy is, hogy földet fogok magamnak venni. Oda néz, hogy pörög. Azt a kurva. 28 000, ja? Már nézem is a földárakat, Dick. Ladik. Na, hol van a házam? Itt van a farmházam. Ugye? Elsődleges célként itt van az erdőm. Mondjuk meg lehetne nézni ennek a földnek a az árát, föld. A kurva életbe, 212 000? Hát nem gyenge. És ez? 149?
Na jó, de ez méretben már nekem szimpatikus. Mindjárt úgy is megyek ott vissza az erdőbe. Megnézem ezt a földet, ez nekem szimpi. Ez itt nagyon kiesik, de pont ezért várhatóan alacsonyabb is az ára. 283 ezer, és ehhez van egy kis fás is, ahogy nézem. Hát mondjuk nem sok. Ez mozgatja a fantáziámat. 212 ezer pénzért. Ami hát ugye valljuk be őszintén ilyen ütembe, hogyha haladok, akkor pikpak meg lesz az ára. Három darab fa. Gyerekek, kivágok 30 darab fát, az azt jelenti, hogy 10 forduló. És még pluszom is van. Plusz, ahogy jó, ha jól rémlik most itt hirtelen. Nem akartam megtaposni, ugye? Valami növekszik is rajta. Lehet, hogy még a hozamot is tudnám rajta növelni, hogyha esetleg olyan bérmunka lenne rajta, hogy trágyázás, vagy ilyesmi. Érted? Ez már megint egy olyan tuskó. Ja, nem, jó. Egy darab fa. Erre nem tudok rá fordulni. Jó, nem tudom annyira vissza. Két darab fa. Most itt mit marál? Na, azért mondom. Jó, ez két darab fa. Három darab fa. Ó. Nem egyformák a fák. Fa méretek úgy tűnik. Száz százalékon vagyok. Na, három darab fával. Na, nézzük csak meg ezt a földet. Igen. Azt mondja, hogy árpa növekszik rajta, se baj. 50-re van megtrágyázva. Hozam bónusz 75%, 3 hektár. 3 hektár, tehát kicsit több, mint 60 ezer per hektár. Jó, hát ez, mondjuk én a balga falvát úgy írtam, azt hiszem, hogy 70 ezer vagy 80 ezer per hektáros áron, hogy nehéz legyen megszerezni. De se baj, úgyhogy már megvan a cél, érted? Mindenféleképpen célokat kell kitűzni magam elé, hogy el tudjam érni. Hogy legyen kihívás. 27-es föld, 27-es betakarítás.
Bálázás, szántás, trágyázás. Hatos föld. Nem akarja ez a suvernyák százra trágyáztatni. Na de se baj. Óvatosan, mert itt ez már majdnem az én földem mondhatni. És akkor közvetlenül az erdőm mellett lesz. Lehetne itt mondani, hogy miért nem veszem meg, miért nem tűzöm ki magamnak alapcéljának azt, hogy megvegyem a map által, vagy a map készítő által kiszemelt fő telephelyet. Hát azért, mert az olyan megszokott. Mindenki ott kezd. Hát én nem. Követtem a nyomvonalat, bár nem hiszem, hogy az enyém, de attól függetlenül követjük. Húzzad, húzzad, ne hápogjál, húzzad. Ilyenek meg már, hogy visszavenni az MTZ-t, meg megvenni a gépet, az már nem is annyira mozgatja a fantáziámat, mert az már majdnem, hogy hát abban nem, mondjuk a ahogy hívják ott visszavenni, vagy na megvenni a Forsyth Combine-t, azért az se egy kis dolog, mert az is, hogy számoltam, tegnap 120 ezer körül van. Ahhoz is kell azért néhány fát kivágnom, és a fa is elfogy egy idő után, tehát még hogyha esetleg úgy adódik, hogy sikerül megvenni a fődet, akkor még bér kombánnyal is le tudom aratni, és abból is jön lóvé. Meg utána megint az egyik fő célom most itt a sertés termelés lesz. Disznótelepet akarom megvenni, és rá akarok állni a disznótartásra. Ó, itt már többet kaptam érte. 29 ezer, ennek a fának biztos magasabb volt a gyanta tartalma, vagy a fene tudja. Mondjuk így, hogy lejjebb halkítottam a gép hangerőt. Mondjuk a traktornak így is elég hangos a hangja. Nem tudom, hogy ti hogy halljátok, én nekem hangos. Várjál, nézem az OBS-t. Asztali audio, hát mondjuk ott nem lenn ki annyira a mutató. Közben az OBS-t néztem azért, ott okoztam majdnem balesetet. Most én hajtottam fel ugye mellékútvonalról. Igen, hát jajajaj. Hangos a gép, de még mindig nem olyan hangos, mint amilyen én vagyok. Hát azért van itt még fa. Földárát biztos, hogy kibírom termelni belőle. Erre vissza kell rá váltanom. Próbálok így menni. Most.
akkor csinálok egy utat körbe. A 8%-on van, hát egy egész fa. Nem tudom, hogy hogy fog beleférni. Ezeket vajon elvesztem én, ezeket a pusztizékat? Mennyiségeket? Mondjuk egy picit följebb lehetett volna húzni ennek a izének a papríték készítőnek a tartáját. Na, hogy nem tudok elmenni mellette. Nem látom a fától az erdőt. A 94 000-en van már. Már majdnem, hogy 30 000-esével számolhatok, úgy könnyebb is. Ezért így most leszek majd olyan 113 000-nél. Ugye, vagy 123-nál, 122. És akkor még 100 kell a földhöz. Három hektár, az nem a legnagyobb, nem egy világrengető méret, de az már akkor az enyém lesz. Nem egy határozottan jó választás szerintem egyből disznóval foglalkozni, mert ki tudja mikorra hozza vissza az árát. Úgy tényleg meg kell néznem majd az üvegházakat, az ki is ment a fejemből. Gyerünk, hadd pörögjön az a lóvé. Mennyi volt? Már elfelejtettem, már tiszta lázba vagyok. Földvásárlás? 100, 212. Jó. Már nem kell, már 100 000 se kell. Ha-ha-ha. Pak meg lesz. Aha, most már azért tudják azt, hogy jövök, aztán nem kéne itt. Na mondjuk ez a sárga csuda, ez
Most kellett volna ám ugye erre gyerek, 2 perccel hamarabb. Akkor nem lettél volna egy tizé. Legközelebb figyelj oda. Na lássalak az úton se, meg azt a kék csodát se. Hogy milyen színe van, bugyi kék. A fene a dolgot akadt. Ja, és akkor még meg sem mutatták nekem a izét, mi? Mennyibe kerülne egy ponszinak a bérlése. Most meg már hiába mutatnak, már nem is érdekel. Na, marjad szépen kifelé ügyesen. Mart már ki. Kicsit hátrébb talak, mert az előbb is elkapta az ingemet. Baszki, olyan hangos ez a szar, hogy nem lehet hallani a láncfűrésre. Oda nézd, mi a fasz még? Itt van a triggere? Nem tudok tőle elmenni. A nézd ma. Itt van a fán, ennek a kis darabnak a... Trigger-e is nem, az miatt nem tudok elmenni. És elmarni se lehet. Na baszki. Oda nézz, elakadok benne. Ha. Baj, a jó kedvemet nem fogja elvenni 2-3 fatuskó. Egyáltalán. Ez gyönyörűen elmarta. Gyere még! Úgy. Lehet, hogy alulról kell ráállnom.
másik irányból. Az a baj, hogy ráadásul ez a föld olyan kátyús, az erdős, amit most vágok, hogy nem hiszem, hogy plantásra alkalmas lenne, tehát művelésre, úgyhogy megint csak erdőt kell majd odaraknom. De se baj, így legalább megvannak azok a célok, amiket el kell érnem a fejlődéshez. És mint ahogy annó Doki mondta, hogy a fának aztán jócskán idő kell. Ugye mondjuk 19 volt, két éjszakát átpörgettem az időt, aztán már, vagy hármat, akkor már akkora volt a fa, hogy ajjaj. Na hát itt aztán lehetett pörgetni, hogyha emlékeztek a sosnovszkás melódiámra. Hogy aztán pörgettem, ha körülött, ha nem, de alvással nem nőtt a fa. Jaj, várjál. Elbambultam közbe. Aztán ez a gyagyás megjött. Uhú, bemegyek nagyon az épületbe. Az MTZ-t azt mindahogyan vissza fogom venni. Az is több rétegű, mint ahogy a Shrek mondta, a hagyma. Elmondom szépen, körbe megyek az erdő körül, a szélét kiírtam. Akkor ott tudok körbejárni és úgy szűkíteni a kanyart. Tehát egy ilyen kis fa égtől nem jön össze. Oda néz, oda néz. Baszki. Két kocsi és kb. És megvan a fa ára, vagy föld ára, na. Légfék. Azért nem akar ezt fékezni. Szerintem ki van kapcsolva a légfék, mert ugye, hogyha az egyszer befog, az kioldani, ojjjjjjjjjj. Azért hány baleset történt a szocializmus ideje alatt. Rá volt kötve a légfék, az oda tapostál neki egy kicsit erősebben, befogott a pultkocsi, akkor az ameddigre kioldott. Most, amíg ez a föld nem az enyém, addig bátran járok rajta. Várja, vissza kell váltanom az elejére, így. Mi az, egyből elmart? Aha. Hiszettem még a... milyen fa volt ez, hogy csak 13%? Nem minden fa egyformán sajnos. Na most ez is baszakszik. Ugye? Aha, pont félúton van a trigger.
Ez is egy ilyen kisebb fa volt. Ezek a jók, aminek ilyen baromi vastag a törzse. Mi a fasz? Pedig azon a felén van. Na hát ez itt marad. Egy előre. Egy előre, egy hátra. Ez is egy kisebb fa volt. Meg ez is az lesz. Sajnos. Igen, ezeket mind láncfűrésszel kell elmarnom majd. Nagyon úgy tűnik. Látjátok, hogy emelem, ott van, tehát nem teljesen lent, itt dolgozik, itt, nem teljesen lent és nem teljesen fönt. Ott van, na se baj. Célszerű ezekre a fákra majd alulról ráállnom és onnan lentről, ahogy jövök erre fű felé. Jó, azért még a földvásárlást nem fogom elkapkodni, tehát nem rettentő fontos nekem ezt a földet megvennem. Ha van szimpatikusabb, akkor lehet, hogy megveszem, még pedig várja. Állj már meg, gazsi, hát nyomom a féket, te. Hol van a sertéstelep? Várja. Sertéstelep. Nincs is rajta sertéstelep. Így ebbe a formába. Ez nem az. Ez ács. Fűrészmajom. Erre lehetem, hogy rossz irányba, nem. Ez lenne a főtelephely. Ezen az úton, hogyha kijössz. Ja, hogy ez lenne itt a sertéstelep, de persze, hát én nem izébe indítottam. Én mi a fenébe indítottam? Na, nem kezdőgazdaként. Ez 90 000-ért lehetne megvenni. És akár ezt a föld, ez a föld is jó lenne nekem itt a sertéstelep mellett. Bár ez elég kicsi. Jó, 300. 115, ezt már meg lehetne venni. Ha viszont megvenném a sertéstelepet, az 90 000. Meg ha megvenném ezt 115 000-ért, az 205 000. Én nem tudok ideugrani. Nincs ott körülötte semmi, ahova oda tudok ugrani. Nincs. Nem baj, ide fogok... most ezt elviszem, eladom. És akkor elmegyünk, megnézzük azt a helyet. Lehet, hogy az célszerűbb lenne. Vagy inkább várja ki még... Ja, inkább kiveszek még egy adagot. Akkor már 200 000 fölött leszek, és akkor... Mert ez itt 3 hektárnyi ez a föld. De nekem kell vennem akkor disznósólat is, mi?
Nem úgy indítottam a játékot, hogy már alapból voltak gépeim meg területem, és eladtam, és akkor úgy nulláztam le magam, hanem úgy, hogy kezdő gazdaként, ahogy, vagy na, haladó, mi a fene, nem tudom, az a középállás. Ott viszont volt 1 millió ötöm, és akkor úgy vettem vissza a lóvémat, hogy hihető legyen az, hogy én 28 ezerrel jöttem át. És hát igen, hogy hát akkor így tényleg nulláról tudok kezdeni, nem ott van, hogy készpicsa melegmál, és akkor van egy disznósól, amit meg kell venni. Na, mivel váltok? FG-vel. Hanem itt akkor még azt is nekem kell leraknom. Az erdőből ott most nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgokat tudok kialkotni. 180, mekkora lejtő van itt, azt a büdös. Van 184 ezrem, hát itt a komoly dolgokról lehet gondolkozni. Ja. Arról beszéltem, hogy hogy megnézem, vagy hogy hozok még egy puttát, de se baj. Megnézzük így a sertéstelepet. Ha megtalálom. Ha várjál, hát van itt valami. Ugye ez nem az? Vagy csak a térkép nem mutatja? Várjál, lehet, hogy nem tudok beállni. Csak ha megveszem. Ugye? De. Hát ez itt a sertéshol. Fészerfények. Hogy ez itt csak egy... Nem, hát ez itt a sertéshol. És ez fasza lenne a telephelynek is mindenre. Melyik az a föld, amiket néztem? Hopp! Ez a 95-ös, ami most jön. Ez. Hát ez másfél hektár. Igen, 60-ra van húzva az ára. 60 ezer per hektáros áron árulják. Egy gyerekek. És ez? Az is jó. 132 ezer. Mi van rajta? Uha, ezen izé van. Cirok. Szerintem hol a francban van a cirok? Itt van. Na jó, nem cirok. Mi ez a sárga? Szutyak.
nem. Zab. Zab. Növekszik. Csak meszet kér. Mondjuk, hogyha meszet kér, akkor szántani is kell. Elszaladok, én megnézem. Az olyan nagyobbnak tűnik, bár az sincs több másfél hektárnál szerintem. Jaj, de jó kis domborzatos rész. Ezt szeressem. Majdnem 2 hektár. Én ebből tudok itt csinálni 2 hektárt. És mennyi? 132 000. Gondolkozzak még? Lófaszt. Nála térkép 9-es gomb, így. Az növekszik. Még várja, megnézem, hogy mi kell hozzá. Ugye csak meszet kér, ha kikapcsolom a meszet. 100-ra van ganyízva. Ó, fasza. Fasza. És következő. Ez lesz, amit megveszek. Sertéstelep. Úgyhogy gyerekek, köszönöm szépen, hogy végignéztétek velem ezt a részt, és hát itt voltatok velem, és megnéztétek. Most már földtulajdonosnak mondhatom magamat. Már csak az apróságok hiányoznak hozzá, mint például a betakarító eszköz, és a többi, és a többi. Na de, ha érdekelt titeket a további fejlemény, akkor visszavárlak titeket a következő részre is. Addig is további szép napot kívánok nektek, jók legyetek, szevasztok!